Amit mi innen a tengeren túlról rendkívül furcsának találunk, az az, hogy az Egyesült Államokban megválasztottak egy demens, lépcsőn botladozó öregembert, aki, legalábbis a jelek ezt mutatják, végrehajtja a háttér akaratot. Vagyis nem saját maga kormányozza az Egyesült Államokat, hát tévedésből mondta is, hogy Kamala Harris az elnök, szóval mögötte mozgatják a szálakat. Hogy lehet, hogy az amerikai polgárok ezt a, hát általuk is ismert helyzetet mégiscsak elnöki ranggal honorálták? Véleményem szerint a helyzet rendkívül összetett, és ennél jóval árnyaltabb. Én azt tanítom, és lehet megint engem nem szeretni, hogy hosszú évtizedek óta alig volt amerikai elnök, aki alkalmas lett volna. Tudom, hogy a világ most halálosan szerelmes Ronald Reaganbe, de a Ronald Reagannek fogalma nem volt a politikáról. Kétszer megválasztották. Igen, szétesett a szocialista világrendszer és a Szovjetunió. Ki jön utána? Az alelnöke idősebb Bush, aki profi. Aki az első pekingi nagykövet, akkor úgy hívják, hogy pekingi összekötő iroda vezető, aki a CIA főigazgatója volt, aki profi. Megbukik egy ciklus után? Ki jön utána? Az a Clinton, aki egy kiváló gazdasági vezető, elképesztő mennyiségű szexbotránnyal és nagyon sok egyéb botránnyal megválasztják kétszer. És nem megyek végig. Jön ifjabb Bush, aki alkalmatlan. Hihetetlen módon megválasztják kétszer. Jön Obama, aki egy jó középszerű elnök, megválasztják kétszer, és jön Trump. Trump abszolút alkalmatlan amerikai elnöknek, de egy teljesen új politikát hoz be, zárójel. Ha nincs vírusjárvány, a Trump holt biztos, hogy másodszor is elnök lett volna. A vírusjárvány, miután fogalma nem volt, hogy kezelje, rosszul kezelte, elvezetett a bukásához. Mi a problémám? A problémám az, hogy 4 év alatt a demokrata párt nem tudott egy normális elnökjelöltet összeszedni. A Sanders közel van a 80-hoz, a Biden 78-79 éves. Tehát az alapvető dilemmám az, hogy ezek az emberek nem alkalmasak arra, hogy a világ vezető hatalmát vezessék. Mi a probléma? Hogy olyan ügyek jönnek elő, hogy a fekete életek számítanak. Persze, hogy számítanak, de az Egyesült Államokban ez egy évszázados vita. Az Egyesült Államokban, és ezt soha senki nem meri kimondani, csak idő kérdése, hogy a fehérek kisebbségbe kerüljenek, és többségbe fognak kerülni a spanyolok, az ázsiaiak és a feketék. Ez egy teljesen új helyzetet fog teremteni, tehát Obama nem az egyetlen színesbőrű, hanem Obama az első színesbőrű elnök, Biden. Teljesen nyilvánvaló, hogy alkalmatlan elnöknek, én döbbenten néztem, hogy őt jelölik, megnyerte az előválasztásokat ő lett. De a Kamala Harrisről, aki az alelnök, néhány dolgot el kell mondani. 1. A hölgy rendkívül tehetséges. 2. Rengeteg zseniális elképzelést mondott életébe, amiből semmit nem hajtott végre. 3. Most ment férhez, ezt nem voltam minősíteni. 4. Hosszú időn keresztül a főnöke volt a szeretője, ami szintén nem az én problémám, de az egy emberről rengeteg dolgot jelez. Nyilván arra készül, hogy ő lesz az elnök, de ha megnézem csak az elmúlt hónapokat, akkor a választási harcban ő volt az, aki kőkeményen neki ment Bidennek, és azt kiabálta a vitájukba, hogy maga miatt kellett nekem gyalog menni az iskolába, mert nem szállhattam föl a buszokra. Na most abban a percben, hogy a Biden győzött, és a Kamala Harrisnek elfogyott a pénze, akkor közölte a Bidennel, hogy soha nem fogja támadni, a legkülségesebb embere lesz, a fiának a barátja volt, csináljanak belőle alelnököt. Alelnököt csináltak, nincs időnk arra, hogy végigmenjünk, hogy az amerikai történelemben kiből, mikor és miért lett alelnök. Nyilván a Harris arra készül, hogy ő elnök lesz. Hogy lesz-e, meglátjuk. Tény az, hogy Biden nem valószínű, hogy végig tudja vinni a 4 éves ciklust. Tény az, hogy az Egyesült Államokban katasztrófa helyzetre jutott a vírushelyzet. Tény az, hogy az Egyesült Államok elköveti azt a stratégiai hibát, amit elkövetett Trump alatt, hogy egyidejűleg megy neki Kínának és Oroszországnak. Tehát a 3 globális hatalomból a 2. és 3. azok akarata ellenére összehozza, szövetségbe viszi. Ettől kezdve Kína nem emlegeti, hogy Szibériát vissza akarja hozni. Ettől kezdve közös űrkutatást csinálnak a kínaiak és az oroszok az amerikaiak ellenére. Ettől kezdve rendkívül nehéz helyzetbe kerül Európa, hiszen Európa természetes kapcsolata Oroszország,
kiválóak a kapcsolataink Kínával. A kínai és orosz kapcsolatok zömét Németország folytatja le, hogy Magyarországot támadják emiatt, ez egy teljesen más kérdés. Tehát itt tartunk jelenleg, és az Egyesült Államokban rengeteg a kérdőjel. Tény az, hogy az USA ma a hírszerzésben világelső, tény az, hogy űrkutatásban világelső, tény az, hogy az amerikai hadsereg ma első a világon, az amerikai hadipari export első a világon, de a kérdés a holnap. Néhány éven belül a kínai bruttó GDP lehagyja az USA-t, és ma már látni való, hogy a kínaiak és amerikaiak összecsapásának a fő hadszíntere a Csendes-óceáni térség lesz. Kína itt lépésről lépésre megy előre, elfoglal szigeteket, amit elfoglal, oda azonnal vagy haditengerészeti, vagy légierőbázist visz. A kínai nemzeti valuta kőkeményen szerepel a világpolitikába és a világgazdaságba, tehát az eljövendő évek világpolitikai kulcskérdése nem Európa lesz, nem a transatlanti viszony lesz, hanem az amerikai-kínai, amerikai-orosz ellentétek, ezen belül a Csendes-óceán kérdése. Természetesen a nagy politika is érdekes, de mi vonatkozik, milyen következményekkel jár Magyarországra nézve a megváltozott amerikai vezetés, ugyanis hát azt látjuk, és ez a polgári szinten nyilvánul meg, hogy elszabadult az elmebaj. Hogy olyan törvényeket, rendeleteket hoznak, amiről néhány évvel ezelőtt se hittük volna, hogy egyáltalán megfordul valakinek a fejébe. Miközben persze Magyarország ezzel ellentétes elveket val és követ, tehát várható, hogy komoly támadások érnek majd minket. Válasz az, hogy 4 évig Trump alatt a kapcsolataink kiválók voltak. A magyar miniszterelnök hosszú évek után találkozhatott az amerikai elnökkel Trumppal. A Biden adminisztráció nyilvánvalóan azt jelenti, hogy egy új demokrata filozófia jön. Ez a filozófia nem Magyarországot sújtja, ez Európa jelentős részét sújtja. Tehát nem véletlen az, hogy ma a Biden-féle ideológiával nem tudnak azonosulni se a németek, se a franciák. Mit hittek a Brexit után a britek, hogy egy olyan különleges kapcsolat alakul ki London és Washington DC közt, hogy ez mindent megold, nem alakultak ki ezek a kapcsolatok. Tehát máshogy fogalmazva, Európa új helyzetben van. Európa azt hitte, hogy Trump után felvirágzik a transatlanti kapcsolat, ez föl is virágzott papíron, a valóságban nem. Tehát ha megnézem, akkor ez az amerikai politika nem csak Magyarország számára jelent rendkívül komoly problémákat, hanem nyilvánvalóan Európa jelentős része számára. Az egy más kérdés, hogy az amerikai nagykövetség Budapesten még az új nagykövet megjelenése előtt hogyan viselkedik. Nyilvánvalóan nem szimpatizál a mai magyar vezetéssel, nyilvánvalóan ez az élet számos területén jelentkezik.